Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. IQ központot is kialakítanak Szexárdon, együttműködés a Paksi bővítés jegyében. Áldatlan állapotok a teniszpályán, birtokba vette Szexárd a korábbi üzemeltetőtől, de még nem ért véget a jogi vita. Állattetemek Bölcske határában, a rendőrség szerint megmérgezhették az állatokat. Ápolók napja, világjelenség az ápolók hiánya, a szexárdi kórház 30 embert azonnal fel tudna venni. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Oktatási, kulturális, gazdasági és egészségügyi területeket is érint az az együttműködési megállapodás, melyet Szexárd megyei jogú város önkormányzatával kötött Süli János miniszter. Az ünnepélyes aláíráson elhangzott, az atomerőművi blokkok létesítése nem csak Paks, hanem az egész régió számára fejlődési lehetőséget jelent. Süli János miniszter és Ács Rezső polgármester is ellátta kézjegyével azt a megállapodást, mely majd keretet adhat a következő évek együttműködésének. Szexárd polgármestere szerint elsőként a szakképzésben kezdődhet el a közös munka. A egyetemi karra a város, illetve a minisztérium között létrejött egy olyan megállapodás, amely egyébként majd kiegészíti ezt a keret megállapodást, amely konkrétan arra vonatkozik, hogy a mi szakképzési rendszerünket hogy tudjuk beintegrálni a további szakképzésbe, vagy éppen felnőtt képzésbe, vagy éppen a felsőoktatásba. Én azt gondolom, hogy ebből mindenki előnyt fog élvezni, majd a város is, hiszen az a lényeg, hogy itt fiatalok maradjanak, fiatalok jöjjenek ide, és a fiatalok ide jönnek, itt alapítanak család, ez város szempontjában nagyon fontos. A megállapodás részeként létrehoznak egy úgynevezett IQ központot, ahol középszintű és felsőoktatási energetikai képzések is zajlanak majd, és ahol olyan energetikai multicégek jelenhetnek meg, mint a General Electric. Az atomerőmű építésén megközelítőleg 1000 cég dolgozik majd, közülük 300-400 tartósan is itt marad a térségben. Paks közelsége miatt a 100 hektáros szexárdi ipari park jó alternatíva a letelepedéshez, ezért az autópályáról idevezető utat is felújítják. Nekünk olyan iparfejlesztés, le kell készülni, hogy ne egy munkahelyes maradjon Tolna megye, egy nagy munkahelyes, hanem sok jó munkahelyet kell a fölfokozott érdeklődés kapcsán idehozni, és ennek része az, hogyha kölcsönösen készülünk, fejlesztünk úthálózatot, egészségügy, egyéb, akkor ebből egy kölcsönösen előnyös, hosszú távú fejlődésnek a része lehet Tolna megye is, és azon belül Szexárd. Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékkel már korábban együttműködési megállapodást kötött Süli János miniszter, valamint az utóbbi napokban több egyetemmel, köztük a Pécsi Tudományegyetemmel is írásba foglalták a lehetséges közös munkakereteit. Birtokba vette Szexárd város azt a tulajdonában lévő teniszpályát, amiről évek óta vita folyik. Az ügyben két jogi per indult és egy rendőrségi feljelentés is született. A korábbi üzemeltető Kerekes László azt állítja, a 2010 óta húzódó ügy hátterében a politika áll, és kész Strasbourgig menni igazáért. Szexárd város képviselőtestületének többsége viszont azt állítja, a több 10 millió forintnyi tartozást és több millió kárt okozó Kerekes jogtalanul ragaszkodik a teniszpályához. Végrehajtókkal a háta mögött hagyta el a szebb napokat látott teniszpályát Kerekes László, a pálya korábbi üzemeltetője, a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága, és a Szexádi Sportközpont ugyanis hosszú jogi vitákkal teli évek után birtokba vette az eredetileg a város tulajdonában levő pályát. Ám a birtokba vétel előtt egy héttel a gondnok arra lett figyelmes, hogy a teniszpályán levő faház és benne az öltözők romos állapotba kerültek, eltűntek a nyílászárok és a szaniterek. Teljesen használhatatlan szaniterek, csaptelepek, a nyílászárok hiányoznak, tehát lényegében ezt újjá kell építenünk, de azon leszünk, hogy még az idei szezon első felében az öltözőket, vizes blokkokat olyan állapotba hozzuk, hogy a teniszezők végre használni tudják. Több 10 millió forintba kerül majd az öltözők, valamint a társalgó helyreállítása. A rendőrségen feljelentést is tettek ismeretlen tettes ellen, mondja Kővári László, a Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának elnöke.
És a bizottságnak ugye az álláspontja az ebben a kérdésben, hogy minél sürgősebben jogilag is kell rendezni, felmérni az okozott kárt, és ezt követően ez egy külön téma, hiszen a rendőrségi feljelentése tekintetben megtörtént gyakorlatilag. Most sajnos jogszabályi dolgok miatt még további 30 napig igazából a rendelkezésre áll az idő, hogy elvigye az ő dolgait, de fényképek fogják dokumentálni, hogy milyen plusz dolog tűnt el, amihez nem lett volna jogosultsága. Kerekes László azt mondja, ők építették a faházat benne a vizes blokkokkal, ők hozták létre a parkolót, valamint a pályákat. Ezért döntött úgy, hogy ha már el kell hagynia a területet, amire vételi ajánlatot tett 2010-ben, és amihez ragaszkodik, akkor magával viszi mindazt, ami szerinte őt illeti meg jogosan. Meleg víz, hideg víz akkor már volt, de fűthető legyen, legyen egy kis klubhelység, azt mi csináltuk, mi alakítottuk ki, mi pénzünkön, senki hozzá bennünk nem támogatott, egy büdös vasat nem kaptunk semmire. Szumma szumárom, ebben az áldatlan helyzetben döntöttem én magam, hogy mindaz, amit mi tettünk ide és mi raktunk ide, azt én innen elviszem. Kerekes László azt állítja, el akarják őt lehetetleníteni, akár Strasbourgig is elmegy, hogy bizonyítsa igazát, miszerint ők megegyeztek a város akkori vezetésével, hogy megveheti ezt a területet 30 millió forintért. Szekszárd város képviselőtestületének többsége viszont azt állítja, a több 10 millió forintnyi tartozást és több millió kárt okozó kerekes jogtalanul ragaszkodik a teniszpályához. Az ügyben két jogi per indult és egy rendőrségi feljelentés is történt. A szekszárdi törvényszék első fokon elutasította kerekes tulajdoni igényét. Az ítélet ellen fellebbezett, a másodfokú eljárás folyamatban van. Bölcske határában egy elhullott rétisas tetemet találtak meg kirándulók, a bejelentést követően a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre és a rendőrségi helyszínelők a környező bokros gyepes területeket a méregkereső kutyával átvizsgálva a rétisason kívül további tetemeket találtak, melyeken mérgezés tünetei voltak láthatók, jelenleg rendőrségi vizsgálat folyik az ügyben. Lakossági bejelentés alapján kimentem a helyszínre, és ott a réten találtuk meg egy rókát, és mellette 3 méterre körülbelül a elpusztult rétisast. Gubacsi Mihály természetvédelmi őr meséli, hogy a bejelentést követően másnap kimentek méregkereső kutyával és a rendőrség szakembereivel is a helyszínre. Egy barna réti héja, 2 róka, 6 szarka és 7 darab feltehetően csalinak használt tyúktojás darabjait gyűjtötték össze a helyszínelést követően. Mutatja a képeket a telefonján a szakember. Mindegyik állaton látható volt a mérgezés tünete. A madaraknál a görcsbe rándult ujjak, a rókáknál az összehúzott testtartás. A méreg az valamilyen anyagba, valamilyen tetembe van elhelyezve ilyenkor, ezért feltételezzük csak, hogy a tojásba lettek elhelyezve. Ezt ugye egyértelműen addig nem lehet kijelenteni, míg a rendőrségi vizsgálat ezt nem bizonyítja. Az állatok pusztulásának okáról csak az állatorvosi szakvélemény után lehet egyértelműen biztosat állítani. Addig is a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság megtette a bejelentést az illetékes rendőrkapitányság felé. Legutóbb 2 éve volt nagyobb jelentőséggel bíró mérgezési eset a körzetben, akkor a bekamerázott, fokozottan védett paksi rétisas pár egyike lett mérgezés áldozata, mely nagy közvélemény felháborodást váltott ki. A MOL pénteken 2 forinttal 403 forintra csökkentette a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát, a gázolaj ára nem változott. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt hét szerdán változott, a benzin literje 5 forintos emeléssel 405 forintra, a gázolaj literje 4 forintos emeléssel 411 forintra drágult. Az autósok 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Szeptembertől a rendelő felújítása és új eszközök beszerzése mellett már szolgálati lakás építésére vagy a meglévő felújítására is pályázhatnak a kis településeken élő orvosok, jelentette be a modern települések fejlődéséért felelős kormánybiztos a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének ülésén. Gyopáros Alpár szerint a támogatások kiszélesítésével a kormány célja az, hogy minél több rezidens telepedjen le azokon a településeken, ahol a házi orvos már nyugdíjas korban van, vagy annak hiánya miatt csak helyettesítéssel oldható meg az ellátás.
Egyelőre tehetetlen a települések lakossága az egyre jobban elharapódzó illegális szemetelőkkel szemben országszerte, akik már-már ipari mennyiségben szennyezik a környezetet. Szekszárdon az élővilágra is bajt hozó egyének kedvenc területe a borvidék, ahol kisebb-nagyobb illegális lerakókra bukkannak a területet napi rendszerességgel bejáró szőlőszemes aktivisták, akik egy minapi, nem mindennapi felfedezésükön, pontosabban leleplezésükön erősen elgondolkoztak. Egyre jobban az illegális hulladéklerakó kedvenc terepe a szekszárdi borvidék. A szőlőszem mozgalom önkéntesei, Tanya Bizalmi, egyre több SOS jelet adnak le. Nem csak építési törmelékek, festékdobozok, nagy térfogatú elektronikus hulladékok, vasak, fémek borítják és rondítják is persze a kultúrkörnyezetet. Az élővilágra számos veszélyes következménye. Tisztába kell lennünk azzal is, hogy akár a műanyag hulladék, hiszen bomlás során mikroműanyagok keletkeznek, és ugyanúgy be tudnak kerülni a táplálékláncba, tehát az is például problémát jelent az élővilág számára. Éppen ezért mindent, tehát a papírtól kezdve a műanyag és fém hulladékon keresztül tudni kell, hogy az nem a természetbe való, annak megfelelő kezelésre van szüksége. Egy már sokat látott szőlőszemes önkéntes bordakára is meghökkent, amikor a borvidék északkeleti részén a Csötönyi-völgy bejáratánál eddig nem jellemző, különleges hulladékhegyre bukkant ipari mennyiségben. 15-20 méterre a völgyhajlat kezdetén ott nagy mennyiségű, mint egy 60 darab különböző méretű gumiabroncsot találtunk. Szépen össze volt rakva, de az idő során megbomlott ez a rakat, és hát bizony-bizony legurultak az erdőbe, elég sok legurult az erdőbe, tehát elég mérő, mint egy 60-70 méter távolságból is fel kellett ide hozni a gumikat. A Szőlőszem mozgalomnak a munkatársai járőröznek ezen a területen, és amennyiben újabb bejelentés érkezik a részükről azzal kapcsolatban, hogy itt ugye nem csak a tanyabetörések miatt vannak problémák, hanem az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatban is, akkor a kollégáim azonnal nagyobb létszámban fognak erre a helyszín, ezeken a helyszíneken megjelenni, és a járőrözések folyamán egyrészt a megelőzés lesz a céljuk, másrészt, hogyha olyan személyekkel találkoznak, akik illegális hulladékot szándékoznak lerakni, akkor velük szemben természetesen eljárnak. Az első lépés a bejelentés, aztán jöhet a civil összefogás további erősítése az ügy érdekében. A megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, voltak már leleplezések, tettenmérések, még jobban fókuszálnának erre a területre, de sokszor, mint például a gumiügyről és más esetekről sem, nem tesznek hivatalosan bejelentést, így nyomozás sem indulhat el. Átcsomagolják a kereskedők a spanyol vagy éppen görög epret a nagybani piacon, sajtóinformációk szerint, aztán magyarként árulják tovább az eredeti ár többszöröséért. Az általunk megkérdezett árusok visszaigazolták, hogy a magyar epret keresik a vásárlók, hajlandók akár a 3-4-szeres árat is kifizetni érte. Az árusok úgy vélik, a tisztességes kereskedők megítélését rontják ezzel a csalással, hiszen elsőre nem mindenki ismeri fel, hogy nem magyar, hanem spanyol epret vett. Tolna megye több pontján árulják az édespiros gyümölcsöt magyarként. Messziről hirdeti a tábla az út mentén, hogy hazai gyümölcsöt értékesítenek az adott szamóca árusnál. Ám résen kell lenni, előfordul, hogy bár magyar származást tüntetnek fel, import szamócát kínálnak a normál ár többszöröséért. Sajtó információk szerint a nagybani piacon csomagolják át az árusok az import epret, hogy aztán magyarként árulják tovább. Ezen keresnek a legtöbbet. Így lesz a 300 forintos import eperből 1800 forintos gyümölcs. Az árusok azt állítják, jól látható jelei vannak annak, ha másik országból származik a portéka. Kérek 2-1 kilósat, jó? Igen. Ennél a körforgalomnál levő árusnál nagy volt a forgalom a zuhogó eső dacára. A visszajáró vásárlók folyamatosan érkeztek, hogy friss magyar epret vegyenek. Ők is azt mondják, az íz és az állag árulkodó. Az az igazság, hogy az unokáknak viszem az epret. Nagyon szeretik, hát a héten már most harmadszor vagy negyedszer vagyok itt, és jobb, mint a szupermarketbe kapható eper, mert az kemény, íztelen, ez viszont nagyon édes és nagyon finom. Sőt, Mihályék azt mondják, ők nem a nagybani piacról szerzik be a jelenleg árult hazai gyümölcsöt. A vevőkörük pedig állandó, jól tudják, milyen minőségű árut kapnak a pénzükért. Most Dunavecséről hozzuk a magyar epret. És előtte? Előtte meg a nagybani piacról hoztunk görögországit, azok is nagyon finomak voltak.
de hát azért a magyar más. Sajnos külföldi epret magyarként árulták, ez tényleg igaz. Főleg az elején, amikor még nagyon drága volt a magyar eper, 5000 forint volt a nagyban jára, már találkozhattunk 2800 forintos magyar eperre, hát az egyetlen az magáért beszél, tehát nem lehetett az magyar eper. Sőt, Mihály úgy véli, a tisztességes kereskedők megítélését rontják ezzel a csalással, hiszen elsőre nem mindenki ismeri fel, hogy az import olcsó epret keresztelte át hazaira az árus. A betegápolás nem foglalkozás, hanem hivatás és külön elismerés illeti azokat, akik ezt ma még Magyarországon űzik, hangzott el a Balassa János Kórház ápolók napi ünnepségén. A szakemberek úgy vélik, az ápolás társadalmi elismertsége még mindig rendkívül alacsony, miközben a 10 legfontosabb szakma között tartják nyilván. Ez az egyik oka annak, hogy hatalmas a munkaerőhiány ezen a területen. Szent Vince alapította egy rendet, aki a szegényekről és a betegekről gondoskodott. Lelkesen beszélt arról az emberről, aki 1617-ben egyszerű vidéki papként megszervezte a betegek otthonaiban történő rendszeres ápolást és ellátást. Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Tolna megyei Balassa János Kórház az irgalmas tendi nővérek, vagy ahogy ruhájuk színei miatt nevezték őket, a szürke nénék síremlékénél. Mindenre az ápolók nemzetközi napjának alkalmával került sor az alsóvárosi temetőben. Villányi Ildikó, a Tolna megyei Balassa János Kórház rendelőintézetének vezetője többek között felidézte az irgalmas rend megalapítását. Majd az ápolás lelki és fizikai pozitív hatásairól beszélt. Arról, milyen előnyökkel jár az, ha valaki másokról gondoskodik. A szakmai vezető felidézte, hogy az irgalmas rendi nővérek 1850-es évek közepétől vettek részt a betegápolásban Szekszárdon. Ez akkora öröm volt akkoriban, hogy az összes harang megkondult a tiszteletükre. Abban az időben az ápolást csak nagyon-nagyon alul fizetett ápolók űzték, és azzal, hogy nem volt annyira túlfizetve az ő munkájuk, nem is volt kellően hatékony, és nem is volt kellően jó maga az ápolás minősége. Az apácák szívükkel, lelkükkel tették mindazt a feladatot, amit a korábbiak pénzért is alig. A Magyarországgyűlés 2014-ben Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját nyilvánította a Magyar Ápolók Napjává. Kossuth Zsuzsanna hősies, önfeláldozó, emberséges cselekedete volt az alapköve a hazai ápolás fejlődésének. A Balassa János Kórház idei ünnepségén a szakma nehézségeit sem rejtették véka alá. Nagyon erős és stabil családi háttérnek kell ahhoz lenni, hogy valaki ezt a munkát tudja végezni, részben fizikailag, részben pszichésen, lelkileg, részben pedig ugye a munkabeosztás miatt, mert azért elég hektikus. A napi 12 óra, nappal, éjszaka, a hétvégi munka, a karácsony, az ünnepnapok, a szilveszter, a kórház 365 napon van nyitva, és kell, hogy legyen szakdolgozó, aki a betegeket ellássa. Óriási az eltérés a szakma megítélése és társadalmi presztízse között, mondta az ápolási igazgató, miközben a fontossági sorrendben a felmérés a 10 legfontosabb szakma közé sorolja a betegápolást, a szakmai presztízs tekintetében nincs az első 100-ban. Jelen pillanatban akár 50 ápolónak is azonnal munkát tudna biztosítani a kórház. Ácsezső polgármester videóüzenetében megköszönte azt az áldozatkészséget, melyet a most is szolgálatot teljesítő ápolók végeznek, külön kiemelve, külön köszönet azért, hogy nem hagyták el az országot és Szekszárdot egy jobb élet reményében. A társadalmi elismertség miatt is fontos, hogy időről időre elismerjük a szakalkalmazottaink tevékenységét, mondta köszöntőjében Németh Csaba főigazgató. Az ünnepség keretében 80 főigazgatói dicséretet vehettek át, ketten az idén megalakulásának 30. évfordulóját ünneplő ápolási egyesület elismerésében részesültek, míg a kollektíva döntése alapján tiszteletbeli ápolónak fogadták Csepregi Józsefnét, a kórház munkaegyi osztályának előadóját. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Összehangolt akció, kábítószerterjesztő hálózatot számolt fel a rendőrség Baranyában. 14. alkalommal gyűlnek össze a hívek, Mária Gyűtre zarándokolnak. Kiválasztották a tervezőt, akár 2023-ra elkészülhet az új Dunahíd Mohácsnál.
74 évvel ezelőtt ért véget a II. Világháború, ez alkalomból szerveztek megemlékezést a pécsi temetőben. Az ünnepi beszédek után koszorúkkal rótták le kegyeletüket a résztvevők a katonák sírjai mellett. Az eseményen elhangzott, fontos az emlékezés, hiszen a múltból tanulhatunk. Díszlövéssel tisztelegtek a II. Világháborúban elesett katonák sírjai előtt a pécsi temetőben, a csaták befejezésének 74. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen Őri László mondott beszédet. Az alpolgármester emlékeztetett, a harcok következtében 40 millió ember vesztette életét, ebből közel 30 millió katona. A pécsi sírkertben pedig több száz magyar, orosz, bolgár és német hadfi nyugszik. Ezek a katonák nem voltak egymás ellenségeik, nem gyűlölték egymást. A munkájuk, a családjuk, a boldogulásuk volt fontos számukra, és ettől nem a front másik oldalán harcoló katona fosztotta meg őket, hanem a háború. A megemlékezésen a szerb ortodox és az evangélikus felekezet képviselői is részt vettek. Áldást mondtak a katonák sírjai felett. Az eseményen elhangzott, fontos az emlékezés, hiszen a múltból tanulhatunk. Egy kegyeleti hely mellett megállni mindig szomorú és emlékeztető arra a múltra, amely már mögöttünk van, és emlékezünk azokra a személyekre, akik életüket áldozták, mondhatjuk érettünk, miattunk és talán helyettünk is. Azért, hogy legyen béke és legyen emberség. Az emlékezés virágait a II. Világháborús szovjet emlékműnél helyezték el a résztvevők, majd a német-magyar katonatemetőnél is lerótták kegyeletüket. Összehangolt akció keretében csaptak le a baranyai rendőrök május 8-án hajnalban egy kábítószer terjesztő hálózatra. Jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószer kereskedelem, kábítószer birtoklása, valamint új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetésének gyanúja miatt nyomoznak. A Pécsett, Komlón, Pogányban és Budapesten végrehajtott intézkedések során összesen 14 embert állítottak elő bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. A helyszíneken megtartott kutatások során több kilogramm kábítószer gyanúját keltő anyagot, valamint egy fegyvert vagy annak utánzatát találtak és foglaltak le. A végéhez közelít a hamarosan induló közösségi kerékpárrendszer a pécsi kedokkoló állomásainak építése. Az elektromos meghajtással is működő bicikliket már legyártotta az ezzel megbízott cég. A kétkerekűeket várhatóan júniustól lehet majd kibérelni, írja a pécsiújság.hu. A városban összesen 7 dokkoló épül a 400 ágyas klinikától a Zsolnai Kulturális negyedik terjedő kerékpárút mentén. A tervek szerint néhány héten belül elkezdődik a tesztüzem. 11. alkalommal szervez zarándoklatot Mária Gyűdre a pécsi egyházmegye május 11-én, amit idén az üldözött keresztényekért ajánlanak fel. A gyalogosok 6 óra 30-tól gyülekeznek a Pécs határából Pogány felé vezető II. János Pál úton, a korábbi FEMA áruház parkolójában, de bárhol lehet csatlakozni a zarándokokhoz. A kerékpárosok a Székesegyházban 8 óra 30-kor kezdődő közös imádság után indulnak a kegyhelyre. 2009 óta minden év májusában zarándoklatot szervez a pécsi egyházmegye Mária Gyűdre. A fontos információkat tartalmazó tájékoztató, az ima szándékkártya és az egészségügyi kártya mellett, akár csak tavaly, idén is készült egy olyan elmélkedéseket, feladatokat és imádságokat tartalmazó anyag is, mely segítette a zarándoklatra történő lelki felkészülést. Ezt a pécsi egyházmegye pasztorális irodájának munkatársai készítették el. A zarándoklat tehát nem egy kirándulás vagy egy gyalogtúra, hanem lelki utazás. A közös imádság, a közös úton levés, az egymásra figyelés által szeretnénk a reményben megerősödni, és ezt a zarándoklatot szeretnénk az üldözött keresztény testvéreinkért és az üldözőikért fölajánlani. Hisszük, hogy az imádság a bajban lévő üldözött testvéreinkért és azok üldözőiért nagyon fontos. Ilyen értelemben a reményt, a békét akarjuk erősíteni a környezetben.
környezetünkben, a világban ez a rándoklat felajánlás által is. A gyalogosok 7 óra 30 perckor indulnak a második János Pál úton, a kerékpárosokat pedig 8 óra 30 percre a Székesegyházhoz, vagy 9 órára a pécskertvárosi Szent Erzsébet templomhoz várják. A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét 15 órakor mutatja be a szabadtéri oltárnál Udvardi György pécsi megyéspüspök a jelenlévő papságkon celebrálásával. A budapesti székhelyű speciálterv építőmérnöki Kft. Nyerte a Mohácsi Dunahíd és a csatlakozó utak engedélyezési és kiviteli tervének készítésére kiírt közbeszerzési eljárást. A cég nettó 972 millió forintért vállalta a munka elvégzését. Szekó József, Mohács polgármestere újságírói érdeklődésre elmondta, bízik abban, hogy a tervek egy éven belül elkészülnek, maga a híd pedig 2023-ra megépülhet. A most készülő tervek nem csak a hídra vonatkoznak, hanem a csatlakozó utakra is, összesen mintegy 27 kilométernyi új vagy felújítandó, szélesítendő út építéséről van szó. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. IQ központot is kialakítanak Szekszárdon, együttműködés a paksi bővítés jegyében. Áldatlan állapotok a teniszpályán, birtokba vette Szekszárd a korábbi üzemeltetőtől, de még nem ért véget a jogi vita. Állat tette meg Bölcske határában, a rendőrség szerint megmérgezhették az állatokat. Ápolók napja, világjelenség az ápolók hiánya, a szekszárdi kórház 30 embert azonnal fel tudna venni. Szombaton napsütéses, melegedő időre készülhetünk, de este záporok alakulhatnak ki. Vasárnap hideg front éri el a nyugati országrészt, hatására a Dunántúlon viharos északi szél, borús, esős, hűvös idő valószínű. Hétfőn szintén borús, szeles, hideg, esős idő a valószínűbb. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!